Gyuri, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra és ezzel együtt egy beszélgetésre. Hogyan szoktad inni a kávét? Feketén vagy fehéren? Feketén és mézzel. Jó, kérünk akkor egy mézes kávét neked, illetve te is megkóstolhatod azt a süteményt, amelyik egyébként a műsornak a címét viseli, tehát feketén-fehéren és nádas hajnak alkotása. Köszönöm szépen. Mai vendégem az a táncos táncpedagógus, aki néhány évtizeddel ezelőtt röplabdázó testnevelőként képzelte el magát. Nyíregyházi főiskolai évei alatt azonban végleg a tánc, a néptánc szerelmese lett, és ahogyan ő is fogalmaz, áttáncolta eddigi 6 évtizedét. Számtalan kitüntetés és elismerés igazolja, hogy az irányváltás az életében mindenképpen jó döntés volt. A tánc művelése mellett igen sokat tett a helyi művészeti, táncművészeti oktatás szinte minden szintjének kidolgozásában, megvalósításában és fenntartásában. Neve összefonódott a Nyírségtánc együttessel. Emellett társadalmi szerepvállalása által jó néhány intézmény egyesület működésének jobbátételéhez tudott hozzájárulni. Vendégem Demarcsek György táncos, többszörösen elismert táncpedagógus, iskola alapító, egyesületi elnök, aki szívesen válaszolt kérdéseimre egy sóstói kávé mellett, feketén, fehéren. Gyuri, honnan jöttél most ide erre a beszélgetésre? Mi most egy keddi napon találkozunk, és neked ilyenkor ilyen rögzített programod van. Igen, általában ilyenkor én a művészeti szakgimnáziumban tanítok. Ilyenkor éppen folklór ismeret, folklorisztika órán van. De most egyébként elmaradt ez az óra, mert vizsgahét van. És úgy csak a gyerekekkel csak egy beszélgetésre, hogy holnapi vizsgára, ami éppen nálam lesz nekik, hogyan kell készülni, és aztán hazamentem, és végül is otthonról érkeztem most ide, nem közvetlenül az osztályteremből. Olyan érdekes, hogy tehát ilyen tantárgyat csak az tanulhat, aki célzottan egy választ magának egy ilyen irányt az életébe. Tehát én ilyet soha nem tanultam, mert ugye nem jártam olyan iskolába, és nem találkoztam olyan pedagógusokkal, akik ilyet oktatnak. Mióta oktatsz te ilyen tantárgyakat? A művészeti szakgimnázium táncművészeti tagozatának az egyik alapító tanára vagyok. Tehát amikor Szilágyi Zsolt kollégám és az akkori igazgató Veréb József fejében kipattant ez az ötlet, hogy ne csak képzőművészet és ének zene legyen a művészeti szak, akkor még ugye szakközépiskola volt, akkor ugye rögtön engem is megkerestek, és még néhány kollégát, ugye még akkor csak keveset, hiszen egy osztállyal el is tudott indulni ez a képzés, ami egyébként az idén lesz 20 éves. És én azóta tanítok a művészeti szakgimnáziumban, de egyébként én végig a gyakorlati képzésben vettem részt a mai napig is. Félállású tanár vagyok ott tulajdonképpen, és az óráimnak a jelentős része az néptánc. Tehát kimondottan táncot tanítok a jövő tánc művészeinek. És az idén, illetve már tavalyi tanévben és az idei tanévben kért meg a tagozatvezető Szilágyi Zsolt, hogy úgy alakult az órarend, hogy kellene tanítani ezt a folklorisztikát is. Ennek sem volt akadálya, hisz mi a táncművészeti főiskolán, ma már táncművészeti egyetem, ugye ahol elvégeztük a táncpedagógust, majd a mesterképzést is, a mestertanárok lettünk a néptánc területén, ott nagyon sok ilyen elméleti óránk volt, tehát nagyon sokat kellett foglalkozni a folklórral, a néprajzzal, és annak a táncos vonatkozásaival, a tánc folklorisztikával, úgyhogy én nagyon szívesen tanítom, ezt szeretem. A gyerekek nem mindig szeretik, de én igen. 20 év az már elég sok tapasztalatot tud adni. Voltak időszakok, amikor többen szerettek volna
ilyen tagozatra járni, vagy ilyen irányba tanulni, vagy ez mindig kiegyenlített volt az elmúlt két évtizedben? Ez a 20 év ez azért érdekes, mert ennek az iskolának a létrejötte, tehát ennek a tagozatnak a létrejötte, a táncművészeti tagozat létrejötte, egybeesik a Vásárhelyi László alapfokú művészeti iskola alapításával, aminek pedig én vagyok az alapítója, és tehát ilyen módon mi megteremtettük itt Nyíregyházán, nem csak mi, hanem még más hasonló jellegű iskolák, de mi azóta is, és nagyon erőteljesen megteremtettük az alapját ennek a nyíregyházi néptánc életnek, a táncegyütteseknek az utánpótlásának. És így módon, ugye, ahogy egymás mellett épült ki ez tulajdonképpen ez a két iskola, az alapfokú művészeti iskolába járó gyerekeknek mindig volt olyan része, akik aztán annyira szerették, vagy megszerették például a néptáncot, nálunk nem csak néptánc van, hanem más tanszakaink is vannak, tehát az alapfokú művészeti iskolában is. Tehát a néptáncot annyira megszerették, hogy ők szerették volna ezt továbbfejleszteni, jobban megtanulni, elméleti tantárgyakat is tanulni, és hogyha oda jutnak, ugye ez egy 5 éves képzés, akkor hivatásos táncosokká válni, vagy ha nem, mert azért 5 év alatt sok minden történik egy ember életében, testileg is, lelkileg is sok változás éri a 14-19 éves korú fiatalokat, ha nem hivatásos táncosok, vagy ahogy mi mondjuk profik lesznek, vagy szeretnének lenni, akkor jelentős részük táncpedagógussá válik. És ugye még az alapításkor még azt is elkövettük, azt a merényletet, hogy ezzel egyidejűleg, illetve tulajdonképpen 1 évvel később még azt is megalapítottuk, hogy legyen Nyíregyházán a Táncművészeti Főiskolának kihelyezett képzése, és így módon megvolt az alapfok, a középfok és a felsőfokú képzés is, azóta is működik, kicsi kihagyással a Táncművészeti Főiskolának volt egy 3 éves kihagyása, de most újraindult ismét Nyíregyházán, megint van táncpedagógus, illetve tánctanár képzés. Mennyire fertőződnek meg a gyermekek, a fiatalok, a diákok jó értelemben, tehát akik már mondjuk a szakgimnáziumban is részesei ennek a képzésnek, részesülnek ebben az oktatásban, nekik mennyire válik az életük részévé a későbbiekben mindaz, amit tanultak, vagy amiben belekeveredtek? Igen. Hát ezt jól mondod, mert néhányan csak belekeverednek, tehát mindig jelentkeznek olyanok is, akik nem is jártak alapfokú művészeti iskolába, vagy nem is táncoltak valamelyik amatőr, nagyobb amatőr együttes műhelynek az utánpótlás csoportjában, hanem a szüleikkel együtt úgy döntöttek, hogy ők vagy azért, mert a gyerek nagyon elszánt, vagy azért, mert nem annyira jó tanuló, viszont nagyon szereti a mozgást. A sportoló nem akar lenni, akkor mi legyél, kisfiam, kislányom? Táncos. Na akkor milyen táncos? Na itt kezdődnek a problémák, amikor jönnek a felvételikre az ilyen típusú gyerekek, akik előtte nem vettek részt komolyabb képzésben, hogy melyik a táncművészeti tagozaton belül a táncnak melyik műfajával szeretné foglalkozni. Mert nálunk ugye modern tánc is van, néptánc is van, és mindkettőnek az alapja, nagyon sok óraszámban tanulják a gyerekek, a balettot. És társas táncot is kell, hogy tanuljanak. És néha a gyerek nem tudja, hogy mi az, hogy modern tánc, a néptáncról olyan körülbelüli fogalmai vannak, de mi az alkata és a származása, tehát hogy honnan jött, melyik településről, vagyis ott milyen folklór van, és ugye a sok éves tapasztalatunk alapján általában szoktuk ajánlani, hogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha te modern táncos lennél, mert abban zseniális, nem vagy képzett, de olyan az alkotód. Vagy lehet, hogy te jobb lennél néptáncosnak. Az esetek 90%-ban megfogadják a tanásunkat, és akkor ezekből a gyerekekből, bár nincs előképzettségük, mégis lesz valami, vagy táncos, vagy pedagógus. De hát ugye a legtöbben úgy jönnek oda, hogy előtte már alapfokú művészetiskolában 6-tól 14 éves korig, vagy 10-től 14 éves korig táncolnak, tehát jól felkészültek. És itt a nagy feladat, hogy ugye ez egy gimnázium, ugyanazzal a teljesítendő tantervel, mint egy bármilyen más gimnázium, és a táncórák pluszban vannak, tehát az még egy nagy megterhelés, hogy amellett, hogy tanulni kell, még el is kell fáradni rendesen a táncórákon, és hát ilyen lopott időkben azért a tanulással is kell, hogy foglalkozzanak, hiszen
ez is mindig változik, vagy 4 éves és plusz egy év van, vagy 5 éves és nincs még egy év, de most éppen úgy van, hogy 4. év végén érettségiznek a tanulók, és még maradnak egy évet, maradhatnak, hogy 5. év végén megkaphassák az OK és végzettséget, és akkor középfokú táncművész diplomával tudjuk őket elengedni. Ezzel egyébként már ugye mehetnek. A felvételük egyszerűbb a táncművészeti, most már egyetemre, hiszen ők egy csomó olyan tantárgyat tanultak, ami segíti őket a felvételihez, míg mások, akik más típusú gimnáziumba jártak, nem. De számukra ott van az alapfokú művészeti iskola, hiszen az pedig 6-tól 22 éves korig képez, és például az én fiam is nem járt a művészeti szakgimnáziumba, hanem ő az alapfokú művészeti iskolába járt egészen 18 éves koráig, és egyszerűen és könnyedén vették fel a táncművészeti egyetemre, most már éppen végzős. Te mióta vagy táncos, Gyuri? Hát én 1978 óta, ez már nagyon régen volt, én az érettségi után egy Máté Szakán érettségiztem egy gimnáziumban, az Esze Tamás gimnáziumban, utána egy évig katona voltam, és majd csak aztán kezdtem el ide járni a Besenyei, akkor még Besenyei György tanárképző főiskolára, és még akkor sem táncoltam. Mondhatni azt, hogy a saját tudomásom és a mások véleménye szerint botlábú voltam, mert én mindig csak röplabdáztam. Nekem az volt a mániám, hogy röplabdáztam. Én egy röplabdás voltam gimnáziumban, egy sportoló, aki ugye nagyon vékony voltam, olyan, mint most a fiam, és jó nagyokat bírtam ugrani. És akkor én mindig röplabdáztam, amikor csak lehetett. De aztán az egyik táncházban, mert akkor már beindult a táncházmozgalom vidéken is, nem csak Budapesten, ugye a 70-es évek vége felé járunk, már az elején elindul, de hát Nyíregyházára sokára ért. És az egyik táncházban szólt nekem a táncházvezető, nem szólt nekem, hanem a társaimnak szólt, hogy Huszárszky Lászlónak hívták, aki vezette a táncházat, hogy menjenek, mert indul újra a főiskola tánccsoportja. És akkor ők mentek, én meg a kollégiumban eltöltöttem az estét, majd amikor visszajöttek a szobatársam többek között, meg is még többen is, hogy mondták, hogy ez egy kedd este volt, hogy nyugodtan gyere csütörtökön te is próbára, mert jöhetnek a botlábúak is, de bárki jöhet, majd megtanulod. Hát mondtam, ha botlábúak is mehetnek, hát ott a helyem, és akkor elmentem velük, de azt se tudtam, miről van szó, csak elmentem. Na, én attól kezdve az életemet minden kedden és csütörtökön különböző próbatermekben töltöm. Ez a mai napig is így van, bár ugye aktívan nem táncolok, de még vezetem a társulatot, és sok táncot én tanítok, meg hát sokan mások is tanítanak még az együttesben, úgyhogy én már jó régóta táncolok. És mi akartál lenni, hogyha majd nagy leszel? Egyszer mire gondoltál, és mi lettél? Hát én eredetileg orosz testnevelés szakos tanár szerettem volna lenni. De a gimnáziumból ezt az álmomat egy fizika szakos gimnáziumban jártam, ezért akartam ilyen lenni. Na, a lényeg az, hogy hamar lebeszéltek róla, mert hogy nem tudtam úszni. Úgy elég nehéz testnevelő tanárnak menni, hogy de ez csak amiatt, mert hogy sportoltam, ugye röplabdáztam, futással, atlétikával nem volt problémám, csak nem tudtam úszni. Hát ezért aztán átképeztem magam magyar tanárra, úgyhogy én magyar-orosz szakos tanár szerettem volna lenni, a magyar a kedvenc tantárgyam volt, én éjjel-nappal olvastam, és tehát ezzel nem volt gond, felvettek magyar-orosz szakra, és el is végeztem. Csak hogy közbe jött a néptánc, ugye a főiskolai időszak alatt, tehát az első év végén volt, amikor én elkezdtem táncolni, kb. Áprilisban, és hát aztán már minden ennek rendelődött alá később, és ezt próbálom a maiakba is mindig elültetni, hogy nagyon sok olyan dolog van, amivel az ember foglalkozik, de hogyha egy rendes néptánc együttesben való tagságra adja a fejét, akkor az összes többi programot talán ennek kéne alárendelni, vagy legalább hozzáigazítani. Ez egyre nehezebben megy, de hát azért megpróbáljuk. Úgyhogy én így, aztán persze voltak még ilyen kisebb kitérők, mert nem volt munkahelyem, akkor elmentem Tiszavasváriba, hívtak kollégiumi nevelőtanárnak, akkor egy évig ott dolgoztam, de ez eléggé elrettentő volt, már csak azért is, mert nem kaptam órát. Tehát tanítani nem taníthattam, tehát a rendes foglalkozásomat nem űzhettem, mert hogy orosztot nem tanítottak, ez egy szakmunkásképző volt, magyar tanár meg nagyon sok volt. Nyíregyházán is, úgyhogy itt egyáltalán nem volt állás, akkoriban ez 1981.
és az utána következő évek, de hála Istennek visszahívtak engem Nyíregyházára, hogy legyek én népművelő egy művelődési házban, ez volt a kiszöv ifjúsági háza, és én ezt nagy örömmel elvállaltam, és akkor az volt a feladatom, hogy azt az ifjúsági házat igazgassam, mindenféle gyakorlat nélkül, és vezessem az ott működő nyírségtáncegyüttest. Mert ugye a nyírség az kettő volt, az egyiket nem úgy hívták, ez volt a főiskolai csapat, ahol én táncoltam, és volt egy igazi nyírség, az pedig a kiszöv, tehát az ipari szövetkezetek ké volt tulajdonképpen, a nyírség ruházati szövetkezetben alakult. Na és akkor én azt elkezdtem vezetni, majd később összehoztam ezt a két együttest, ebből lett a most is ismert nyírségtáncegyüttes is. Onnantól kezdve már különböző ilyen népművelői állásokban voltam, itt-ott elbújtatva, de mindig a nyírség táncegyüttessel való foglalkozás volt az egyik fő feladatom, és különböző programok szervezése, azt meg nagyon szerettem. A sok-sok kellemes percen, éven túl a táncnak mit köszönhetsz még? Hát én tulajdonképpen mindent. Minden többek között a feleségemet, a családomat, és hát mindent. Tehát az összes, amióta táncolok, ugye 1978 óta, és az azt követő években is, tehát minden a barátokat, az ismerősöket, az országos ismertséget, elismertséget, már amennyire ismertségnek lehet nevezni, de a szakmai berkekben mindenképpen, és egy csomó olyan élményt, ami anélkül nem jöhetett volna létre. Hát ha csak a három Kimit tud győzelmet említem, ugye ami 2,5 plusz a közönségdíj, az három fantasztikus utazás volt. Ide nem juthattunk volna el akkoriban. Még a nyírségtánc együttessel sem, mert hát nem volt miből eljutni, de egy egyiptomi utazás, ami egy luxus utazás volt, vagy egy tájföldi, ez volt a második Kimit tudnak a győzelmi díja, vagy egy mexikói, ami meg a harmadiknak, hát ezek fantasztikus dolgok voltak. És hát természetesen itt ismerkedtem meg a feleségemmel, akivel rövid olyan 2 éves barátkozás után össze is házasodtunk 1987-ben, majd 30 évvel később ezt megünnepeltük és megerősítettük egy gyöngylakodalom keretében. Tavaly februárban. És az eddigi életeteket, közös életeteket végig táncoltátok? Igen, mondhatom azt, hogy végig. Én mindenképpen, mert ugye Zsuzsával együtt táncoltunk nagyon sokáig, de amikor jöttek a gyerekek, először ikrek, 2 év múlva még egy fiatal úr, az ikrek fiúlány, akkor ugye ő abba kellett, hogy hagyja egy időre. Aztán ő visszajött táncolni, még akkor megszerezte az örökös aranygyöngy kitüntetését, én voltam a kísérőpartnere, de aztán amikor a gyerekek 6 évesek lettek, az ikreink, ugye 1992-ben születtek, és 98-ban volt ez, akkor ő abba hagyta a táncolást. Tehát azt, hogy a nyírség táncegyüttesbe járok rendszeresen a próbákra, ezt nem, mert amikor 6 évesek lettek, iskolába kerültek a gyerekek, akkor kellett, hogy valaki esténként is segítsen, otthon legyen, és hát ő volt ez, aki ezt az áldozatot meghozta. Na de hát azóta ő is egyébként is végig táncolja, meg végig drámázza az életét, mert ő közben még drámatanár, amellett, hogy a táncművészeti főiskolát, egyetemet elvégezte, még drámatanárá is képezte magát, ő vezeti a nagykállói drámatagozatot, és hát számtalan olyan produkciónak a rendezője, szerkesztője, ami már azóta mindenféle országos sikereket érde, de mindegyik a mozgáshoz is kapcsolódik. Tehát ilyen mozgásszínházat csinál, ami hát fantasztikus, meg óriási élmény. De így a tánc együtteshez szorosan nem, hát hiszi ismer mindenkit, meg többször is voltam később is, hogy együtt tanítottunk, műsorokat csináltunk, de ugye a tánc együttesi táncolást azt már nem, sőt, már én sem. Nektek minden gyermeketek táncolt, viszont ugye Daniról már beszéltünk, hogy ő maradt, tehát ő oktat is, tehát igen. Ő tanít és csoportjai vannak. Mi újság az ikrekkel? Köszönjük szépen, jól vannak. Ugye ők azok, akik fiú-lány, és egyáltalán nem hasonlítanak egymásra, de még az érdeklődésük sem. De mégis, éppen valamelyik nap is mondta nekem Gyuri fiam, aki itthon van Magyarországon, hogy jaj, de jó lenne már, hazajönne Éva. Mondom, amikor itthon van, meg mindig vitáztok. De tényleg nagyon jó lenne. Éva lányom, ő Japánban tanul. Sokszor volt már többször, mert neki egy nagy szerelme az ország, meg a nyelv.
de aztán úgy döntött, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola, most már az is egyetemnek a mesterképzésére már nem iratkozott be, tehát elvégezte a főiskolát, megcsinálta a diplomát, de a mestert nem itt, hanem a Wakayamai Egyetemen, Japánba odairatkozott be turizmus szakra, és most végzős, éppen tegnap előtt adta le a szakdolgozatát, nem sokára megvédi, és a diploma osztójára pedig kimegyünk családilag, visszük a fiúkat is, hogy ott legyünk a diploma osztóján Japánban. Úgyhogy hát ő ezen a területen fog dolgozni, viszont haza fog jönni. Tehát sokan kérdezik tőlem, hogy és akkor kim marad Japánba, ugye? Nem marad kint Japánba. Úgy döntött, hogy Japán egy csoda, de egy európai, külföldi nőnek egyedül ott megállni a helyét, még a japán nőknek is nagyon nehéz dolga van, az egy teljesen más társadalom. Nem, mintha itthon annyira könnyű lenne, de ott még nehezebb, ahogy ő is elmesélte, és jobban belelátott az elmúlt két évben. Tehát haza fog jönni, és itthon fog dolgozni. Én abban reménykedem, hogy Európából ezt a kis országot fogja választani, és itt találja meg a helyét. Az ikertestvére, a nagyfiam pedig a Műszaki Egyetemnek a végzős hallgatója. Egyébként pedig a Preziben dolgozik, ugye ez Magyarország, éveken keresztül Magyarország legjobb munkahelye volt. A Prezi, ugye ez is neki is nagy szerelme volt, de hát dolgozott ő már egy évet a nagy Hadron útköztető mellett a CEN-ben, és hát most párhuzamosan nappali tagozaton végzi a Műszaki Egyetemet, a mérnök informatikus, végzős, ugye ő is, miközben főállásban dolgozik a Preziben. Őrzöl valamit, Gyuri, a 70-es évek végéről, amikor az életedbe nagyon dinamikusan belépett a tánc, és ugye azóta is ott maradt. Tehát valami, amit ott viseltél, amit ott kaptál, van meg valami? Természetesen, tehát azok a régi, akikkel én együtt kezdtem el táncolni, azok egyébként, akikkel konkrétan együtt kezdtem, mind abba hagyták. Mert a főiskolán mindig jöttek, mentek. Tehát én voltam az első, aki itt maradtam. Igaz, hogy Tiszavasváriban maradtam itt, de visszajártam minden este. Többször is a kollégium ablakán másztam be meg ki, ezt most így utólag elárulhatom, mert nem volt hol laknom. Tiszavasváriban nem volt még szolgálati férőhelyem, miközben itt meg már nem voltam kollégista, de mégis ott laktam többször is. Ezt most utólag szánom, bánom, de nem volt mit tenni. Na szóval azok a fiatalok, akikkel én ott együtt táncoltam, mind elmentek. Tehát, és akik utánam jöttek egy-két évvel, Szilágyi Zsolt, Bistei Attila és még sokan mások, ők maradtak meg úgy, mint én, ők is beleszerelmesedtek a néptáncba, ők is egyébként sportoltak, kosarasok, kézisek, tehát hogy a mozgásigényük meg volt, de amikor rájöttek, hogy van itt nekünk egy ilyen nemzeti táncunk, és az ezzel kapcsolatos minden, amit lehet csinálni, akkor itt maradtak ők is, és akkor szépen kialakult. Tehát ezek a kapcsolatok, barátságok továbbra is megmaradtak. Kisebb, nagyobb hullámvölgyekkel, mert az életünk folyamán ugye különböző szituációkba kerülünk, és különböző helyekre kerülünk, és de ettől függetlenül azok, és akik utánuk következtek azokkal, most úgy szoktuk mondani, hogy a Nyunyic, ez a nyugdíjas nyílségesek klubja, ahol ha oda járnék, én lennék a második legidősebb egyébként, de én nem vagyok még nyunyicos, mert én még aktív vagyok, úgy majdnem teljesen. Úgyhogy de velük a kapcsolat abszolút megvan, szoktunk ilyen közös rendezvényeket csinálni, meg jönnek a mi iskolai, ahol látják, hogy a gyerekeket tanítjuk az alapfokú művészet iskolába, jönnek a rendezvényeinkre, például most is fognak jönni majd a Vécsei Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési versenyről, hogy a Nyunyic dalárdája, férfi kórusa, ezek a régi táncosok fog fellépni, mint extra produkció, úgyhogy ők lesznek a sztárvendégek, minden évben ők a sztárvendégek, de nagyon jók. Volt olyan, Gyuri, hogy valaha, vagy többször is, hogy öten együtt táncoltatok színpadon? Volt. Többször nem volt, de egyszer volt, és az emlékezetes marad, mert utána én elég hosszasan a színpadon sírtam, olyat még soha nem csináltam, de ez akkor volt, amikor 2014-ben én bejelentettem az együttesnek, a családomnak és minden régi táncosnak, mert elkezdődtek a próbák a jubileumi gálaműsorra, hogy én itt most be fogom fejezni a táncos pályafutásomat, mert már fizikailag ezt nem lehet olyan szinten csinálni, hogy én elvárnám magamtól, mindent utána is folytatok, szervezek, alkotok, amit kell, de azt, hogy én a színpadon. És akkor
ott mindig föllépnek a régi szólisták, tehát azok, akiknek aranysarkantyús, aranygyöngyös, táncos, vagy éppen örökös ilyen címe van. Nekünk ugye a feleségemmel örökös címünk van, és akkor úgy szerkesztettük meg ezt a gála műsort, tehát ezt a gála műsoron belüli szólista blokkot, hogy ebben mi a családunkkal együtt léptünk föl, hiszen mind a három gyerekünk táncolt. Már ketten nem, tehát ők már nem űzik ezt, de nem felejtették el, pláne még 3 évvel ezelőtt, még közel volt nekik nagyon a 18 éves kor is, ameddig ők is táncoltak. És hát az egy csoda volt, hogy ott mi öten együtt tudtunk táncolni a színpadon, néha vissza szoktuk nézni, és hát utána volt egy kis elérzékenyülés, hogy azért ez nem fog tudni sokszor megvalósulni, hogy miután egyáltalán, hogy együtt legyünk, mert hogy mindig valamerre vannak ezek a gyerekek. De most például édesanyámnak a 80 éves születésnapját ünnepeltük vasárnap. Összejött a család, és kénytelenek voltunk az internet áldásait használni, hogy Évával, Japánból a nagyi tudjon beszélgetni, meg mi is egy kicsit, de hála Istennek ez is összejött, tehát működött a kapcsolata a világhálón, úgyhogy, de már így együtt nagyon ritkán, tehát reméljük, hogy Éva hazajön március végén, akkor több ilyen alkalmunk lesz. A fiam már mondta, hogy el kéne már menni együtt valahova. Mondom, jó, csak szólj a hugodnak, hogy siessen haza. Nem, a nővérének 5 perccel idősebb a lány. Ez egy csodálatos élmény lehetett, de gondolom az is hasonlóan csodálatos volt, amikor a Csokonai díjat megkaptad. Igen, hát ez pont ennek a táncos pályafutás lezárásának volt a következménye, hogy az Országos Szakmai Szervezet vezetője, a Martin Szövetség elnöke nagy titokban, csak a feleségem tudott róla, de ő meg nem árulta el, fölterjesztette erre a kitüntetésre, és ezt meg is kaptam. Ez a Csokonai Vitéz Mihály alkotói díj, amit ugye november végén volt ez a jubileumi gála műsorunk, és akkor január 22-én a Magyar Kultúra Napján adták át Budapesten Petőfi Irodalmi Múzeumban. Miniszteriális átadás volt, nagyon szép körülmények között, és hát ez egy nagyon jól eső díj volt. Minden díj jól esik, az ember nem számít rá, de akkor is jól esik. Meglepetés volt, de ez egy jó meglepetés. Hát hogy nem? És mi az élettől az igazi díj számodra? Hát teljesen egyetemen, hogy 2 ilyen van, az egyik a családom, mert az egy utolérhetetlen és, hogy mondjam, egyedi dolog, még akkor is, hogyha ilyen jó nagy létszámú. A másik meg a nyílségtánca ütteste, tehát hogy én azzal foglalkozhatom, amit szeretek. Nem mindig, mert hogy mindig vannak olyanok, amelyek nem jók az együttes vagy az én életemben, de mégis ez marad a legnagyobb szerelem, és ugye a szerelem sem mindig ízik magas hőfokon, nálam azért viszonylag magas hőfokon ízik mind a 2 szerelem, a családdal, a feleségemmel és a nyírséggel is. Tehát még soha nem volt olyan, hogy bármelyikre is azt mondjam, hogy ezt hagyni kéne a fenébe. De nekem már mondták, hogy talán a nyírséggel már nem biztos, hogy ilyen szinten kéne foglalkozni, hiszen annyi minden van egyébként, amivel az ember tud foglalkozni, az országos dolgok, szövetségek, és az oktatásban millió probléma van, azzal nagyon sokat kell, és kellene a mi iskolákban is foglalkozni, és nem mindig van rá elég időm. De azért még mindig a legnagyobb a nyírség. A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsi cukrászda. A műsort támogatja a Nyíregyházi Gólya ABC, a Reál üzletlánc tagja.